Na, sziasztok! Gondoltam én is elmondom a véleményemet azzal kapcsolatban, ami mostanság zajlik a Blizzardnak a házatáján. Aki nem hallott róla, az majd most jól megtudja, hogy miről lenne szó. Szóval, akik meg hallották, hát ha érdekli őket, hogy engem hogy érintett ez a dolog. Na szóval, lényeg a lényeg. Kedvenc Blizzardunk, akinek azért kurva jó játékokat köszönhetünk, vallja be mindenki. Ki ne tolt volna bele 1000 órát a Warcraft 3-ba, a World of Warcraft-ba, a Diablo szériába. Nem fogom felsorolni az összeset a Starcraft-tal, a Hearthstone-nal és az anyám kínjával együtt. Lényeg a lényeg, hogy azért ez a cég eléggé meghatározó gémeket rakott oda a placra. És hát nagyon sok hardcore gamer ezért is szereti őket. Na most, hogy lett ebből botrány? Vagy hát legalábbis, hogy gyűrűzzük ebből a botrány? Hát úgy, hogy van a Diablo franchise, ugyebár. Ezt van, aki szereti, van, aki nem szereti. És nem is az lenne a lényeg, hogy megszerettessem mindenkivel a Diablót, hanem csak az, hogy foglaljuk már össze, hogy fosták telibe a rajongókat. Na, tehát... Nézzük, hogy miről is beszélünk. Volt először is egy bejelentés, ugyebár. BlizzCon! We love Diablo! Diablo. Ti nem szereti a Diablo-t, nem lehet, ugye összekutkáljunk. We love the way Diablo has brought millions of players around the world together to slay demons. Our modern world is an increasingly connected one. Our mobile devices keep us closer than ever to our friends, family, and loved ones. So we knew we want to use mobile devices as the platform for a new Diablo game. Tehát a lényege, hogy a tipikusan PC-based hardcore fanok Diablo-s dobozzal a ágy mellett mostantól játszhatnak vele telefonon, nem gond. Aha. Hogy mi ezzel a gond? Hát az, hogy senki nem ezt várta a Blizzardtól. Konkrétan senki nem ezt várta. Hogy mennyire vicc az egész, azt talán azzal tudnám bemutatni a legjobban, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor még nem akarták telibe szarni a rajongókat, akkor április 1-én viccből bejelentették, hogy lesz Diablo-s mobil game, és mindenki ott rölgött rajta, hogy de jó vicc. Hát ezek megcsinálták, geci, nem gond. Hú, és kimerte mondani a száján, és nem verték agyon egy 2 méteres plusz Diablóval, bazd meg. Nem verték agyon egy 2 méteres plusz Diablóval. Tehát, hogy lehet ennyire lejtőn egy cég, de komolyan. Tehát semmi baj nincs azzal, hogyha valaki mobilon játszik. Iszonyat nagy piacon van a mobilos játékoknak. Főleg Kínában, de egyébként mindenhol máshol is. És az, hogy a Blizzard csak azért, mert nincs még elég zseton, akarnak egy kis lóvét kihasítani a mobilos piacból, hát tőlem csinálják. De hogy ez legyen a fő bejelentése egy BlizzConon, az azért kirúgja a biztosítékot. Tehát csináljanak egy mobiljátékot Diablóval, akit érdekel, játszik rajta, akit érdekel, nem játszik rajta. De könyörgöm, egy BlizzConon, hogy ez legyen a bejelentés a Diablo fanoknak, akiknek ott van a dobozuk, plusz Diablo-juk, meg PC-jük, az nagyon bátor, hogy őszinte legyek. Az nagyon bátor. De és ebből alakult ki a shitstorm, ugyanis hát a rajongók lereagálták a történetet, hogy úgy mondjam. Ennek a vége az lett, hogy elkezdtek pörögni a dislike-ok, ez egyébként mai, a videó alatt. Nyilván kifejezték a véleményüket, hogy szerintük nekik kell egy ilyen mobiljáték Diablo.
És most jön a botránynak a tovább gyűrűzése, ami, hát hogy úgy mondjam, az már egy egész komplett összeesküvés elmélet, ugyanis az van, hogy ez a 457 ezer dislike, amiért elég sok, valljuk be, tehát az, az egy szép szám, az állítólag nem is annyi. Tehát, hogy mindenki azt mondja, illetve a tények is azt bizonyítják, hogy ez inkább olyan 657 ezer dislike-nak kéne, hogy legyen. Megmondom, hogy miért. Mindjárt mutatom is, az a biztos. Ugyanis vannak ilyen statisztika, hivatalos, abszolút statisztika gyártó oldalak, ott 690k-nál jár a cucc. És hogyha összeadod a előző két számot, akkor nem jön ki. És rengetegen megesküsznek rá, hogy eltűnt róla a dislike-juk. Ami pedig, ha azt jelenti, hogy a Blizzard le tudott vetetni 200 ezer dislike-ot valamilyen csellel, YouTube összefonódása, bármivel a videójáról, hát akkor az egy szép baleset. Másfelől pedig, hogy reagálta le a Blizzard ezt a shitstormot, ami keveredett itt a bejelentés kapcsán, több tízezer kommentet töröltek. Konkrétan mémmé alakult az, hogy újra és újra és újra és újra beírják a kommenteket az emberek a videó alá, a Blizzard pedig lelkesen törli őket. Gyakorlatilag egy ilyen álló háborúvá alakult ki ez az egész móka. Tehát gyakorlatilag az lesz a mém, hogy thanks for deleting my comment. És ezt így spammelik orvérzésig, és tűnnek el a message-ek. Tehát, hogy ez nem elmélet, meg nem összeesküvés, hanem ez zajlik óráról órára a fórumokon, a videó alatt, stb. És hogy legyen még szebb, hogy mennyire lehet látni, hogy vergődik rajta a Blizzard, föltöltötték újra ugyanazt a videót, hogy tiszta lappal indulhasson. Tehát ki az a barom állat? Tehát mondjuk én csinálok egy fos videót, diszlájkolják 600 millióban. Geci, és hát akkor jó, nem gond, föltöltöttem ugyanazt a videót, még egyszer, hát azt már csak kevesebben diszlájkolják. Tehát hogy így úristen, bazd meg. Tehát hogy ennyire havasi gyoppár gyökér barom nem lehet valaki, mint a Blizzard, hogy hozzáállna ehhez az egész témához, egész körkérdéshez és egész haknihoz. Tehát nem lehetett volna kiállni és azt mondani a rajongóknak, hogy bocs, srácok, beszarunk titeket? Így ez nem lett volna. Nem lett volna jobb. Tehát tényleg? Tényleg ezt kell megérnie mindenkinek, hogy a Blizzard bazd meg, akire egy ilyen etalonként tekintettek sokan, a játékkészítők közül egy ekkora botrányt bevállal egy kibaszott mobilgémért? Na, és akkor nézzük meg a mobilgémet, nem mint hogy engem vagy érdekelne, vagy ilyesmi. De hogy kezdjük ott, hogy ezt a mobilgémet nem a Blizzard csinálta, hanem kiadták kínai fejlesztőnek, hogy na, srácok, kéne egy mobilgém. Ez ám a quality content. Erre kell várni éveket bizony, hogy majd hát figyelj, srácok, csináltatok már mobilgémet? Persze, milyen ilyen hack and slash mobilgémeket csinálunk Kínába. Nagyon jó. Odaadnánk akkor a Barbar skint, a Diablo skint, húzzátok már a játékra, kiadjuk, mint mobil Diablo Immortals. És egyébként ezt megcsinálták. Tehát, hogyha megnézitek, akinek van kedve hozzá, nyugodtan nézze meg. Gyakorlatilag ugyanaz az interfész, ugyanaz minden, ugyanúgy néz ki, mint az előző játék annak a cégnek, akikkel megcsináltatták a Diablo mobilgémet. Full ugyanaz. Nyilván ráhúzták a Barbar skint, meg a Diablo Demon skint. És nem kínai magas sarkú ribanc pörög láncsával, hanem a Barbar két baltával, ezt értem, de hogy öcsém facsiga. Na mindegy, ezt muszáj volt így kiadni magamból, mert az így napok óta eléggé durván, hogy is mondjam csak, bassza a csőrömet.
Úgyhogy hát ezt most így kiadtam magamból. Aztán, hogy mi lesz ennek a vége, vagy meddig jut a történet, azt nyilván nem tudom. Az biztos, hogy a fanok, meg a rajongók, azok elég sokáig elmentek. Tehát olyan még sose volt egy BlizzConon, hogy elég sokan, mondhatni tömegek próbálták visszakérni a lóvét értem, mert azért elég messziről oda utaznak az emberek. És hogyha mondjuk valaki a Diablo miatt utazott oda, akkor jogosan érezheti úgy, hogy lehúzták a picsába, stb. Hát meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, hogy ez megtörtént. Hát remélem, hogy a Blizzardnál észbe kapnak, hogy talán még se kéne a saját rajongói táborukat ennyire lenézni, és csinálnak egy fasza Diablo 4-et, vagy valamit. Nos, Mala voltam, vagyatok jók, ha tudtok, henteljetek tovább démonokat, szevasztok!